Ősszel a Hajdúnámástól szenvedte a legfájóbb vereségét a kisvárdai együttes, amely akkor hazai pályán 12 góllal kapott ki a középmezőnyhöz tartozó riválisától. Rácz Sándor tanítványai a legutóbbi fordulóban visszavágtak a hajdúságiaknak, 16-14-es félidőt követően 32-25-re győzött a KKC, és sikerével, jobb gólkülönbségének köszönhetően a Kispestet megelőzve előrelépett a keleti csoport tabellájának második helyére. Mivel a szövetség tervei szerint a két másodosztályú csoportból két-két csapat kerül fel az élvonalba, jelenállás szerint feljutó helyen állnak a várdaiak. Mondják, hogy föltöltik a női NB1-et 16-ra, hát ez akkor igaz, amikor itt megjelenik a hivatalos versenykiírás. Én úgy gondolom, hogy a szansunk megvan, lehetőségünk megvan, de hát még 7 mérkőzés hátra van. Vallom azt, hogy nekünk még mindig meccsről meccsre kell következő feladatokra készülni. A hétvégén nem rendeznek fordulót az NB1-ben, de a kisvárdaiak nem maradtak meccs nélkül, az EHF kupában szereplő szlovákiai Mihalovce ellen léptek pályára Tarjányék. Ezek a lukas fordulók nem mindig sülnek el jól. Talán most keresünk jót benne, próbáljuk azt a ritmust tartani. Jó az, hogy a Lévai Zsófi remélhetőleg a hosszabb időszakban talán utol fog érni bennünket a sérülését, kipiheni. A másik, hogy kerestünk ellenfelet, találtunk is a Mihajlovce nemzetközi szintű csapat. Itt volt kedden vendégünk volt, és egy nagyon jó meccset sikerült játszani. Az NB1-ben április 2-án rendezik a következő fordulót, a várdaiak akkor a tabella 5. helyén álló Szeged KKS csapatát fogadják a Városi Sportcsarnokban.